Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban pekeket fogunk nyitni. Tehát ez egy jó régi kisebb fajta pack opening féle videó lesz. Gyűjtöttem pár pontot, tudunk nyitni ebből 5 darabot, illetve többet is, mert kisakkunton és nagyakkunton is nyitunk most pakkokat, illetve van a Top Token boxnál több mint 10 nyitásra való pont, meg nagyakkunton is, úgyhogy most tényleg összegyűlt egy jó pár packre pont. Úgyhogy nem is húznám tovább a szót, nézzük meg, hogy miket fogunk nyitni. Ugye innen lehet nyitni ugyanúgy playereket. Vannak itt 100 pluszosok is, 90-től 99-ig is, tehát azért innen is lehet nyitni. Igaz, hogy értékük már nem sok van, de attól függetlenül lehet nyitni, úgyhogy nézzük, hogy mit kapunk. Na, hát az első az egy 250 ezer coin, illetve egy Special Slice visszajött, ami jó, mert jön még több ilyen Special Slice, akkor lesz még több nyitás, megint 250 ezer coin. Nézzük a következőt. Most XP-t kaptunk, viszont kaptunk még egy Slice, tehát ez már plusz egy nyitás. Oké. Hát ez is coin lesz, mert láttam, hogy növekedett a coin mennyiségem. Nem baj. Jön a következő pack. Igazából nem ezektől várom a csodát. 50 prospect pont az még úgy, ahogy jó is. És akkor valószínűleg az utolsó ilyen packünk még 50 prospect pont, tehát plusz 100 pont tulajdonképpen. És akkor menjünk át a Top Token box fülre, és innen pedig 12 darab nyitásunk lesz, és ez azt jelenti, hogy lesz legalább egy garantált játékosunk, illetve hát egy garantált játékosunk lesz, de nyilván nyithatunk többet is innen. Hát az első pack az skill boostokat tartalmaz, nem baj, az is kell végül is. Innen egyébként lehet 300 ezertől 1 millió coinig is kapni rewardot, és azért valljuk be, hogy elég jó, tehát 1 millió coint ad, az tulajdonképpen többet ér, mint egy 97 alatti játékos. Tehát lehet, hogy már 97-esek sincsenek 1 millió tulajdonképpen, de egyenlő csak skill boostot ad, aminek nem örülök. Jól van, nézzük a következőt. És na, Raffaello. Valamiért azt hittem, hogy 100 pluszos lesz így az animációból. Nem tudom, hogy miért hittem azt. Na mindegy, hát 95-ös játékos, ráadásul animált. Ja, az összes animált, jó, akkor nem szóltam. Jó van. 95-ös Raffaello. Tulajdonképpen egy 500 ezer körül lehet. Nem tudom tulajdonképpen. Na mindegy. Nézzük a következő packet. 500 ezer XP. Hát az a lehető legkevesebb, de tulajdonképpen az nekünk jó, mert XP az kell nekünk. A következő N-Soki. Jó, kaptunk még egy játékost. Az a baj, hogy a garantált játékos tudja, hogy ezt az Okereke vagy Akinola gyereket fogja adni, esetleg még a tetét. Tehát most még a maradék kettő nyitásban jó lenne kinyitni a háromból legalább kettőt. Hát ez coin lesz, láttam. 300 ezer coin, a lehető legkevesebb, na mindegy, utolsó nyitásra garantált előtt, ez is coin lesz. És hát ez is 300 ezer, kijött egy milestone. Ja, igen, ez jött ki, jó. Jól van, ez jött ki, akkor semmi extra, 50 common boost. És akkor jön a garantált nyitás. Hát most ezt tulajdonképpen adhatja 97-es Yamestől fölfele bárkit, illetve ezt a három kicsit itt alul, tehát aki nincs pipa. Ha nézzük akkor, hogy kit ad. Valószínűleg a 90-es vagy a 91-est fogja adni. Ez az én tippem. Bármi lehet, kisakkunton vagyunk, nagyobb a szerencsénk. Nézzük. Igen. Akinola. A lehető legszarabb. Ez egyértelmű volt szerintem. Igazából meg sem lepődök már ezen.
Nézzük a következő packet, az biztos, hogy nem coin lesz, hanem XP, 500.000 XP. Amúgy az a vicc, hogy mindenből a legkisebbet adja, tehát what the fuck. Ez coin lesz viszont, méghozzá 750.000 coin. Na, ez már azt mondom, hogy oké. Ez tulajdonképpen többet ér, mint egy Rafael Leão. Na, ez jó volt az utolsó pack. Most viszont elfogytak itt a nyitások, úgyhogy megyünk át nagy akkuntra, mert ott is van egy jó pár nyitás, úgyhogy egy vágás, és akkor folytatjuk. Na, itt vagyunk nagy akkunton, és itt is ezzel fogjuk kezdeni, ezekkel a Special Prospect Packekkel. Hát ebből minimum 4 nyitás lesz. Úgyhogy kezdjük is el, ezek ugye nem annyira fontos packek, bár ezek is adhatnak jót nyilván. 250.000 coin. Oké, következő pack. Ez nem coin lesz, hanem, ópá, kaptunk egy Special Slice-t, illetve egy Irandust nevezetű úriembert, aki hát nem ér semmit, viszont egyrészt XP-nek is jó lesz, sőt, igazából csak XP-nek jó, na mindegy, mert most már a rankában is kevés ide nekem, úgyhogy mindegy, XP-nek jó lesz attól függetlenül. Oké, 500.000 XP, és egy, vagy nem, ez 250.000 XP, és egy Special Slice. Na most, hogyha ad még egy slice-t, akkor lesz még egy nyitás. Ez viszont coin lesz, és adott egy Special Slice-t, úgyhogy van még egy nyitásunk. Király. Na ez mit ad? Vajon mit ad? Nem coin, az biztos. 100 top token. Hoppá. Na, hát akkor így még egy plusz nyitásunk lesz a top token boxba. Úgyhogy, 11 nyitásunk van. Ötödik nyitásnál jön a garantált játékos. Hát nagyakon Dragowski van csak meg, illetve Okereke. Szóval igen, ő. Na. Igen, hát itt egy nagy mázlimból Dragowski kiesett. Már a legelején el is ment 12 millió körül. Most meg olyan 4-5 millió. Nem tudom, múltkor még annyi volt, lehet, hogy most már annyi se. Na mindegy, nézzük a nyitásokat, srácok. Az első nyitás az coin lesz, méghozzá 300.000, hogy jól láttam, így is van. Hát ennél csak jobb lehet. Kivéve, hogyha boostot ad, mert az nagyon nem kell most. Következő nyitás. Oké, ez jó. Azt mondom, hogy ez jó, beadta a garantált előtt a legszarabbakat. Mondjuk még így is ott egy 92-es, 93-as, 94-es. De ez már így azt mondom, hogy okés. Következő pack. Hát ez sajnos skill boost. Common meg rare ilyen rank tokent még nem is adott egyébként egyáltalán. Nem is értem. Oké. Következő nyit... Na tess. jó, hogy mondtam. Egyből adta. És kijött ez is egyébként. Itt valószínűleg ki fog jönni Meyer is. 15 nyitásnál. Jaja, még van egy nyitásunk bőven. Jöjjön a garantált játékos. Hát nem fűzök hozzá túl sok reményt. Hát azért végül is reménykedni lehet, de fölösleges szerintem. Figyeld, Ensoki vagy Ensoki, vagy hogy kell kiejteni, ő lesz. Vagy Max a tete. Hát nem talált. Florentino lett. Azt, hogy mondja, nem sokkal jobb. Annyi a különbség, hogy őt még fel is lehet használni egy rankáphoz. A többieket már nem nagyon. Szóval végül is ilyen szempontból még jó is ez a Florentino gyerek. Oké, következő nyitás. Skill boostok. Az az egy, az nem kell nekem skill boost. Lassan fullosok a skill boostok, és ezek a 150.000-re amúgy se érek semmit. Na mindegy. Jön a következő pack, ami ugyanúgy skill boost, csak a lehető legszarabb. Következő, már csak 4 nyitásunk van. Jó lenne, hogyha most már adna valami értékelhetőt. 500.000 XP, hát végül is az még azt mondom, hogy oké. Utolsó 3 nyitáson belül vagyunk, és nyilván megint skill boostok, amik a... Igen, senkinek nem kellenek. Utolsó, hát ez coin lesz. Még hozzá 750.000, ami jó. Ami jó.
Ez már egy 95 pluszosításnak is megfelelő coin mennyiség. Utolsó pack pedig ad egy 5000 XP-t. Oké. Az azt mondom, hogy okés. Illetve egy 100-as Meyer, hát most mondható ez a garantált játékos a pack opening legjobb játékosának. Ez van, srácok. Nem tudok mit tenni. Hát minden esetre azért köszönöm szépen a figyelmet. Talán még egy garantált játékos ki fog jönni. Sőt, biztos ki fog jönni. Úgyhogy lehet, hogy akkor még elkezdem gyűjteni a pontokat, és majd megint egy következő videóban kinyissuk őket. Szerintem azért még össze fog jönni annyi pont, hogy egy rendes terjedelmi videó kijön belőle. Megnézzük, hogy ez a Maya gyerek mennyit ér, szerintem már sem ennyit. Ilyen kajarella szint valószínűleg. Az igen! Azt a rohadt életbe. Hát konkrétan 1 milliót sem ér egy 100-as játékos. Na ez már azért durva. Na jó van, srácok. Mindegy. Hát ennyi fért bele a videóba, mert elfogytak a pontok. Remélem azért tetszett a videó. És hogyha ti nyitottatok valami értelmeset, akkor nyugodtan írjátok egy kommentbe. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és gyűjtöm tovább a pontokat, hogy még egy videó kijöjjön. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!